Sziasztok filmgyűjtők, Norbert vagyok. Ebben a videóban egy másik ultralimitált kiadványról lesz szó, mely sajnos Magyarországon nem jelent meg. Annak ellenére, hogy a paramountos mizéria már megoldódott, de sajnos az új forgalmazó nem hozta be az országba. Csehországban kapható volt, tartalmaz magyar szinkront és feliratot is, az én példányom is onnan van, és mindjárt meg is mutatom, hogy miről van szó. Ez az, aki legyőzte Al Capone-t, legújabb steelbook változata. Nézzük is meg közelebbről, hogy néz ki ez a steelbook belülről. Előttem van, aki legyőzte Al Capone című film új steelbook változata. A Watchmenhez hasonlóan ez is ilyen tépőcsíkos fóliában van, bár nekem az a gyanúm, hogy hát itt is kettő, igen, itt is kettő fólia. Itt ugye nem látszik a Blu-ray logó a tépőcsíkon, az van, ahol itt van a csík, de igen, abban van. Itt a hátulja, ahol megtalálhatóak az információk a filmről, és én az elején, és most megpróbálom ezt kicsomagolni barbár módon, lehet, hogy ez most gyorsabban fog menni, meg jobban sikerül. A külső fóliát az általában mindig könnyű eltávolítani. Ilyen dupla fóliás kiadványról beszélünk. Ígyni. Még mindig a tépőcsíkos fóliában. Itt a gerince. És itt a kísérőlap, melyen remélem, hogy látszik a kamerában is, hogy tartalmaz mono hangot tartalmaz, viszont DTS HD Master 6.1-es angol hangot, illetve 5.1-es Dolby Digital AX hangot. Na, hát végül is ez régebbi film, mint a másik, az előző videóban bemutatott Watchmen. Ez a kísérőlap ugyanúgy ilyen kis stickerrel van ráragasztva a fóliához, amit most én eltávolítok. És akkor megpróbálom ezt is valahogy ügyesen kibontani. Nem tudom, hogy mennyire fog ez sikerülni. Ígyni, és ezt a fóliát megpróbálom valahogy lehúzni. Tehát, aki legyőzte Al Capone-t, The Untouchables. A Watchmenhez hasonlóan ennek a felülete is matt, és Kevin Costner egy fényes lakkal van kiemelve. Ez tehát a frontja. Itt a gerince, amit már előbb mutattam, az ugyanaz, ez viszont a hátlapja, szintén matt, és ez a fegyver, illetve a golyó egy fényes lakkal van kiemelve. Szerintem nagyon eltalálták ezt a dizájnt. Ott itt, ahogy látszik, azért van rajta egy kis sérülés, egy pörcenés, de hát sajnos ez van. Így néz ki a teljes steelbook külseje, a frontja és hátulja. És ha megfordítjuk, akkor megnézhetjük, hogy is néz ki belülről. Most kesztyű nélkül kiveszem a lemezt. Tehát The Untouchables, aki legyőzte Al Capone-t, steelbook, vadi új változata. Mielőtt megy fel a polcra, szokásomhoz híven egy védőtokba fogom helyezni. Meg is van, úgyhogy mehet fel a polcra a többi stílus. Ha tetszett a videó és szeretnél még hasonlókat látni, akkor nyomj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornámra.
Ha szeretnél értesítést kapni a legújabb videókról, akkor a feliratkozás melletti harangra is okvetlenül kattints. Ennyi volt mára, hamarosan jövök vissza egy újabb videóval. Sziasztok!